indoklása, hogy a benyújtott törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a 2011 évi népszámlálás adatai összehasonlíthatóak legyenek a 2001 évi népszámlálás során felvett adatokkal. Amint az ismeretes, az előző országgyűlés a kormánypárti MSZP-s és a szabaddemokrata képviselők szavazatával fogadta el a 2011-es népszámlálást elrendelő törvényjavaslatot. Az országház ugyanekkor nem fogadta el a Fidesz frakció módosító indítványát, amely a termékenységre, a vallási hovatartozásra és a fogyatékkal élésre vonatkozó kérdésekkel szerette volna kiegészíteni a népszámlálási kérdőívet. Sólyom László köztársasági elnök a törvényt nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek. Az országgyűlés mindezek után a visszaküldött törvényjavaslatot másodszor is megszavazta. A Fidesz és a KDNP frakciója már ekkor jelezte, hogy a 2010-es választásokat követően, ha módja lesz rá, meg fogja változtatni ezt a törvényt. Balogh Zoltán fideszes, Semjén Zsolt és Szászfalvi László KDNP-s fonatyák most benyújtották az országgyűlésnek a 2011-es népszámlálást elrendelő törvényjavaslatot, amely módosítja a tavaly elfogadott törvényt, és már tartalmazza a vallási hovatartozásra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket is. Előterjesztésük értelmében az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes lenne. A bizottság többségi véleménye, hogy a vallási hovatartozásra és a fogyatékkal élésre vonatkozó adatok mindenképpen fontos jellemzői a mai társadalomnak is. A 2011-es népszámlálás kitűnő alkalom lesz arra, hogy ezeket az adatokat 10 év elteltével megint pontosabban megismerjük. A társadalmi folyamatok könnyebben megérthetőek és elemezhetőek, ha 10 évenként sorra kerülő népszámlálásokon ugyanazok a kérdéskörök szerepelnek. Ebben az esetben ugyanis a felvett adatokat össze lehet vetni egymással. A vallási hovatartozás kétségkívül érzékeny kérdés és személyes adat. Éppen ezért mindenki szabadon rendelkezik arról, hogy ezt megvallja vagy sem. Ha pedig anonim módon történik ez, akkor végképp van biztosíték arra, hogy ezzel ne lehessen visszaélni. A törvény erre egyértelműen biztosítékot ad. Tudjuk, hogy a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdés felvételét az egyházak elsöprő többsége támogatja. Mindezek alapján a bizottság többségi véleménye tárcsorozatba vételre és általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. Köszönöm. Megköszönöm a felszólalást, most megadom a szót Baracskai Józsefnek, aki a kisebbségi véleményt ismerteti. Köszönöm szépen, elnök úr, én se élek vissza az önök bizalmával. Mi nem támogatjuk azt, hogy a népszámlálásról szóló törvényben az összeírása a vallási meggyőződésre is kiterjedjen. Egyrészt nem kaptunk a bizottságülésen kielégítő választ, hogy az egyházak, különböző egyházak képviselőinek mi a véleménye erről a törvénymódosításról. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy az, hogy ki milyen vallású, az az egyén legbensőbb magánügye, és véletlenül se szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy ez a titkosítás valamikor is feloldódjon, és nem szeretnénk azt, hogy egy következő választásokon különböző pártaktivisták ilyen listákkal szaladgáljanak a felkutatva a szavazó cédulákat, kopogtató cédulákat. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés! Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót 15-15 perces időkeretben. Elsőként Lukács Tamásnak, a KDNP képviselőjének. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Azt gondolom, hogy ha valaki elolvassa a törvényt, akkor nem fog 15 percet beszélni, hiszen megérti, hogy a törvénymódosítás miről szól. A törvénymódosításnak nyilván van egy politikai indoka, sem a köztársasági elnök úr figyelmeztetése, sem az ellenzék jóindulatú módosítása során nem került a törvény olyan helyzetbe, ami nem csak a 2001-es, hanem a korábbi
leszámítva azt a 40 évet, amikor a vallási hozzátartozást nem kérték, de 1867 mióta Magyarországon statisztikai adatfelvétel van, ez a szám mindig szerepelt benne. Nagyon röviden szeretném lezárni, ha valaki fél, ugye a demokrácia félelem nélküli élet. Ha valaki fél, akkor nézem magába, nem demokrata. Ha 2001-ben a vallási hovatartozásról felvétel készült, és senkinek semmiféle bántódása nem jött, és ezek után 10 év elteltével reflexből, vagy a 40 év megszokásából ismételten ki akarják hagyni a statisztikai adatfelvételekből a vallási hovatartozást, akkor valamitől félnek, akkor valamiért nem minősülnek demokratának, akkor valahol mégiscsak önmagukban kellene keresni a hibát, hogy vajon ezt miért teszik. Semmiféle, tehát itt az egész politikai indoka az, hogy az ellenzék, amit ellenzékként megígért, kormánypártként megkívánja valósítani, azt a törvényt csak úgy érdemes végrehajtani 2011-ben, hogyha összehasonlító adatokkal rendelkeznek. Nem kívánom az éjszakai órákba tovább, aki ennyiből nem értette meg, hogy miről van szó, akkor még beszélhetnék 15 percet, abból sem fogja megérteni. Mit érnek ott a érvek, ahol a tények sem számítanak? Köszönöm szépen! Megköszönöm képviselő úr felszólalását. Következik Nemény András, az MSZP képviselője. Elnök úr, tisztelt ház! Másra akartam kezdeni, de itt Lukács Tamásnak a hozzászólásán, ez aki fél, az nem demokrata, ez számomra teljesen értelmezhetetlen. Hiába próbálta ezt fejtegetni. Ez az állítás így önmagában egészen biztos, hogy nem igaz. Mi nem szeretnénk félni, és nem is félünk önmagunkba, de az, amit az elmúlt napokban elkövettek kétharmad többséggel, az nem a demokrácia, és hát okkal tartunk attól, hogy mi lesz még, mi jöhet még. Most konkrétan a törvényről. A népszámlálásról szóló törvény és annak módosításai nem először szerepelnek a tisztelt ház előtt. Az MSZP frakció mind kormányon, mind ellenzéken következetesen ugyanazt az álláspontot vallja. Mint tudjuk, egy európai uniós irányelv teszi kötelezővé a népszámlálást, és megmondja azt is, hogy milyen az a tartalom, amit kötelezően meg kell kérdezni az állampolgároktól. A magyar törvényben azonban ezeknél az adatoknál jóval több adatra kérdezünk rá, ami már önmagában sem szerencsés, hiszen ez egy nagyobb kérdőívet jelent, ennek az előállítása is költségesebb, de ez még a kisebbik gond lenne. A válasz adás időtartama is kibővül, és mint tudjuk, ilyenkor a válaszadók egy idő után nem szeretnek válaszolni, pontatlanul válaszolnak, és így az adatok is pontatlanok lesznek, a következtetések is óhatatlanul pontatlanabbak lesznek, mint egy rövid, a lényegre kitérő kérdőív lenne. De nem ez a legnagyobb gond ezzel a törvényjavaslat módosítással. Az indokolásban, ha megnézzük, egyetlen egy mondat szerepel, az összehasonlíthatóság, mint érv. Ez már az előterjesztéskor álságos volt, hiszen az eredeti előterjesztést, ha megnézzük, a fogyatékosságra nem kérdeztek volna rá önök, csak később jöttek rá arra, hogy ez szükséges megemlíteni. Egy külön törvénybe kívánták volna szabályozni, de a fogyatékos szervezetek hiába csóválja a fejét, itt van az eredeti előterjesztés nálam, amiben a fogyatékosság még nem szerepel sajnos, és amikor a felszólalásra készültem, akkor még ezt meg is kívántam említeni, hogy mi szeretnénk egy olyan módosítást beterjeszteni, ahol szerepeltetni szeretnénk. De most örülünk, hogy az újabb a T38-as tervezetben már szerepel, így megvalósul a